Múltkor aláírás ütöttem. Fudanosat, meg 9 hónapos munkanélküliset. Hát... ami gyűlölet az emberekben van, mind egyik, mind másik irányba. Borzasztó. Sose volt még ekkora szükség a kutyapártra. A betelepített migránsok száma idén sem érte el a 4 milliót. Talán majd jövőre. Ha valaki attól fél, hogy 22-ben elveszik a szavazata, az jobb, ha magára erősíti. Jaj, Balázs, milyen jó évet zártunk idén. Igen, tényleg jó volt. Milyen jó is volt, amikor mocsárra tudtuk alakítani a havat. Ja, vagy a Kányi rezervátorban emlékszel? Akkor is felrendettem a képviselő urat. Hogy az a köztfogas a rossz man mellett. De tudod, mi volt a kedvencem? A komposztáló. Hogy örültek neki a városért? Azt is elvitték. Na, menjetek innen, ne is szórakozzatok, légy szíves. Ők legalább próbálkozzak, teszek valamit az ügyet. Nem úgy, mint a többiek. Nagyon választások is. Nem is értem, hogy igazából miért szólok vele. Hagyjál meg a sátokat a vállalra. Mit csináltok ti öbölemiségnél? A lakat nem ott kell kimenni, arra induljatok el. Ott egy most-mostan föl, emberek eldönt. Ebben az évben a kutyapárt 63 ifjú cikkepárnak adott otthon. Reméljük, a családtámogatás nem kell visszatérni. Idei évben megtanultunk lakásokat alkotni. Jövőre a családalapítás lesz a cél, hát ha azt is megtanuljuk. Ebben az évben a Magyar Kétfarkú Kutyapár túracsoportjának tagjai összesen 628.412,5 kilométert tettek meg. Folytatjuk. Gyurcsány, Gyurcsány Ferenc, Ferenc Gyurcsány, Gyurcsány Ferenc, Gyurcsány, Ferenc, Ferenc, Gyurcsány Ferenc. Az idei év igen tanulságos volt. Megtudtuk, hogy egy paróka értékét merőben emeli, ha egy pesti srácfejéről származik, ellenértékét 20 kilós forintosban állapítottuk meg. 2021. Idén is ültettünk rengeteg növényfát, madaraknak helyeztünk ki odukat, madáretetőket, csináltunk fölösleges textilekből textilszütyőket, textiltáskákat, próbáljuk csökkenteni a hulladékot. Ettől függetlenül azért találtunk gyáron egy egész hegyet, amit a szemétből van, és megpróbáljuk eltüntetni, ha máshova nem, akkor az űrbe jövőre. Boldog új évet! Ebben az évben el kell mondanom valamit a népfőiskoláról, csak az jutott az ember, hogy az élet szép, és hogy mindenkinek boldog új évet kívánok. Tavaly a második kerületben 70 önkéntessel 2,5 hónapon keresztül osztottunk melegételt az adományaitokból. Idén egy pályázattal sikerült kiderítenünk, hogy a hivatali közhiedelemmel ellentétben az itt lakók többnyire nem szeretnék, hanem szeretnék, hogy az önkormányzat aktívan segítsen a hajléktalan embereken, szociális lakásokat adjunk nekik, és közös megoldásokban is részt vennének, ráadásul ötleteket is adtak erre. Most azt nem tudom, hogy mihez kezdjünk ezzel a rengeteg infóval, amikor köztudott, hogy Magyarországon senkit sem hagynak az út szélén. Azt hiszem, az lesz a legjobb, hogyha az önkormányzat ezt a felmérést is beteszi a fiókba. Ez egy vidám nóta, a szemöldök csipesző. Énekeljen tököm a Fideszről. Egy átlag kutyapártos passzivista 2021-ben megszokta, hogy nincs hétvége, nincs már a hétköznap közötti különbség. Mindig passzivizálódás van. Most is, szilveszter napján, az utolsó órákban is gyűjtjük az aláírásokat itt a kutyapárttal. Jó hírem van, alig egy hónap múlva kezdjük majd előről az országgyűlési választásra. Idén megint drágább lett a tej, meg a kenyér. Szerencsé, hogy nem szoktam venni tejet. Mindegy, jövőre megnyerjük a választást, és megszüntetjük az árakat, és kipróbálom a tejet.